Ajándék. Játszóteret kaptak gyereknapra az Apróságok Szabadi Fürdőn és Sóstón. Balatonnap minden évszakban programokkal várja a vendégeket a Magyar Tenger. Ezer lámpás éjszakája, az eltűnt gyermekeknek mutatták a hazavezető utat a világító lámpások. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Ingyenes trambulin, kisvasút és családi nap várta az érdeklődőket Nagycsepelyen gyereknap alkalmából. Szabadi Sóston és Szabadi Fürdőn pedig 30 millió forintból épült játszótér a kicsiknek, amelyet szintén gyereknapon adtak át a két településen. A gyerekeket homokozó négyféle mászóka is és hinta is várja ezentúl a Magyar Tengertől pár méterre. A trambulint vagy akár a kisvasutat is ingyen kipróbálhatták a kicsik gyereknap alkalmából Nagycsepelyen. A 400 lelkes somogyi településen is összegyűltek a családok, hogy együtt töltsék a napot. Az egésznapos programnak természetesen a gyerekek örültek a legjobban. Kipróbáltam ott azt az ugrálósat, amin ugrálni kellett egy trambulinon, és ettünk, ittunk a barátaimmal, meg itt van egy játszótér, azt is kipróbáltam. Meg egy csomó dolgot kellett teljesíteni, amiért cukrot kapunk, meg édességeket. Nagyon jó volt. Ez pedig már Siófok Szabadi Sóstó, ahol a gyerekek is részei voltak a műsornak, hiszen az alkalmi parketten is bizonyították tánctudásukat. De számos program várta még a családokat a Balatonparton. Az egyik legnépszerűbb az állatsimogató volt a kicsik körében. Teknőst, meg látok sünit, lovat, keskét, bárányt, meg egy kis keskét is. És melyik a legszimpatikusabb neked? A süni. Az állatsimogató mellett a repülő makettekkel is közelebbről megismerkedhettek a gyerekek, de kézműves sarok és arcfestés is várta az érdeklődőket. Legyen egy darab szalagot, jó? Ez pedig a gyereknap legnagyobb ajándéka. Szabadi Fürdőn ugyanis egy 17 millió forintos modern játszótérrel lepték meg a kicsiket, amelyet a gyerekek azonnal birtokba is vettek. A játszótéren homokozó, négyféle mászóka és hinta is várja ezentúl a gyerekeket. Nagyon jó, és nekem minden tetszik benne. Ez a nagymama Nagykörösről jár az unokáival a Magyar Tengerhez. Azt mondják, nagy szükség volt már a játszótérre. Nagyon örülnek a gyerekek a játszótérnek, és tényleg nagyon örültünk, hogy megcsinálták, úgyhogy legalább őket le lehet foglalni. Most itt voltunk már egy hetet, ugye fürödni még nem lehetett, de gyerekekkel jöttünk a játszótérre játszani. Az eseményen elhangzott, Szabadi Fürdőn és Szabadi Sóstón is hiánypótló a két játszótér. Egyre többen költöznek ki a városból is, tehát mind a két településen, különösen Szabadi Fürdőn egyre nő az állandó lakosok száma, és főként kisgyerekesek települnek ki családi házakba. Az eseményen Vicma Mihály a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt 8 évben számos családbarát intézkedés mellett döntött a kormány, amelyek mind a gyermekvállalást ösztönzik. Európában példaértékű az a fordulat, amit a gyermekek születése tekintetében sikerült ennek az országnak az elmúlt években felmutatni. Köszönet illeti ezért a magyar családokat, a gyermekeket vállaló szülőket, hiszen évről évre több gyermek születik, de sajnos még mindig nem tartunk ott, hogy a népesség fenntartáshoz elegendő számú gyermek szülessen, ez az úgynevezett termékenységi ráta 1,23-ról 1,5-re emelkedett föl. Ugye kettővel kellene kezdődni ennek a számnak, a jövőben ahhoz, hogy a reprodukció meglegyen, a jövőben további családtámogatási intézkedésekre lehet számítani. Szabadi Sóston és Szabadi Fürdőn összesen 30 millió forintból épült játszótér. Beülhettek az autókba, felpróbálhatták a védőfelszereléseket, lecsúszhattak a tűzoltórúdon és egy próbariasztást is végignézhettek. A nyitott szertárkapuk program keretében a kicsik és a felnőttek is közelebbről megismerkedhettek a kaposvári tűzoltó laktanyával. Gyereknapon számos család volt kíváncsi a lánglovakok munkájára. A cél, hogy megmutassák, milyen felelősségteljes munkát végeznek a katasztrófa védelem munkatársai. Ez mi? Ez a rádió. Azzal beszélünk egymással. Érdeklődve kérdezgették a kicsik a tűzoltókat Kaposváron, ahol gyereknap alkalmából mindent ki is próbálhattak. Eloltják a tüzeket, meg hogyha valaki bent van a házban, akkor kimentik onnan.
Beülhettek az autókba, felpróbálhatták a védőfelszereléseket, lecsúszhattak a tűzoltórúdon, és egy próbariasztást is végignézhettek. Az egyik legnépszerűbb ez a gyerekeknek kialakított makett volt, ahol a kicsiknek kellett megfékezniük a lángokat. Tüzet oltottam. Mennyire volt nehéz? Hát nem nagyon. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is érdeklődve járták körbe a tűzoltó laktanyát. Nagyon szeretjük a tűzoltó autókat, mi felnőttek is nagyon tiszteljük a tűzoltókat, gyerekek meg egyenesen rajongunk értük. A gyerekek körében a tűzoltó hivatás előkelő helyet foglal el, éppen ezért kedveskedtek a katasztrófa védelem munkatársai gyereknapon a kicsiknek. A legtöbb kisgyereknek az egyik legkedvesebb játék a tűzoltó autó, és hát ezen a napon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek, illetve a felnőttek is kipróbálják ezeknek a legkedvesebb játékoknak egy kicsit nagyobb mását. Felülhetnek a tűzoltóautókra, magukra ölthetik a tűzoltók védőruháit, sőt kipróbálhatják a szakfelszereléseiket is. A nyitott szertárkapu program keretében a gyerekek és a felnőttek időről időre közelebbről is megismerkedhetnek a lánglovagok munkájával. 25 év múlva bontják ki a jövőnek szánt lépcsőbe zárt üzeneteket Siófokon, hamarosan mutatjuk a részleteket. Nagy sávszélességű wifi hálózatot helyeztek ki két balatoni kempingben. A siófoki Aranypart és az Amárdi Mirabella vendégei az idei szezontól használhatják a szolgáltatást. A tulajdonosok szerint szívesebben választják a vendégek azt a kempinget, ahol van internet hozzáférés is. Az idő is kegyes volt a Balaton napjához, szombaton ugyanis nyári meleg várta a tóhoz érkezőket. A szervezők célja az volt a programmal, hogy felhívják a figyelmet, minden évszakban tartogat érdekességeket a régió bárki számára. Ilyen a Balaton! Siófokon is kocintottak a Balatonra, Balatonborral. Az egyik partmenti bisztrónál is hirdették, hogy minden évszakban, így most is érdemes a tóhoz látogatni. Hát nekünk nagyon tetszik. Miért érdemes, lehet biciklizni, megértik, amit mondunk, és most azért egyre jobb a vendéglátás is. Ez a család gyakran jár a Balatonhoz pihenni, mint mondták, mindig szívesen jönnek. A családdal abszolút ideális, a gyerekeknek ugye ez a déli part a fürdés miatt, bátran beengedjük őket itt a kis vízbe, hát meg a kikapcsolódás, lehet biciklizni, sétálni, fürdeni. Együtt vagyunk. A bisztró tulajdonosa is csatlakozott a Balaton napjához, ezzel is felhívva a figyelmet a tóra és az itt kínálkozó lehetőségekre. Szerettünk volna egy napot, ami mindentől és mindenkitől függetlenül csak a tóról szól, arról, hogy álljunk meg a part mentén egy pillanatra, és adjunk hálát annak, hogy ez a csodálatos természeti képződmény ez itt van nekünk, ami az év 12 havában oly sok örömet okoz az itt élőknek, és pontosan emiatt a sok öröm miatt én azt gondolom, hogy egyre több vendéget is meg tud szólítani. Balaton lellén is kocintottak a Balaton napjára. A jachtklubban, aki tehette napozott vagy fürdőzött a medencében, sokan pedig egy hideg ital kíséretében pihentek. Itt is a Balatont ünnepelték. Nem csak itt Balaton lellén, hanem egész Balaton körül a Balaton napja arról szól, hogy megnyitjuk a strandszezont. Nagyon fontos, hogy a strandszezont nyitjuk meg, hiszen azt vallja a balatoni kör tagsága, illetve hát nagyon sok balatoni vendéglátós és vállalkozó, hogy a Balatonon nem csak két hónap a szezon, hanem a Balatonon 12 hónapon keresztül szezon van, és minden nap van az év folyamán olyan alkalom, ami miatt érdemes a tóhoz ellátogatni. 14 balatonparti településen rendezték meg szombaton a Balaton napját, ezzel is népszerűsítve a tavat és a tó környéki programokat. Üzentek a jövőnek a siófokiak, a település várossá válásának 50. évfordulója alkalmából időkapszulába tették gondolataikat, jó kívánságaikat a közintézmények. A tervek szerint 25 év múlva bontják csak ki az üzeneteket. Ebben az időkapszulában helyezték el kívánságaikat az óvodák, iskolák, de üzent a Bahart és a tűzoltóság is. Kálmán Imre Kulturális Központ Siófokváros 50. születésnapja alkalmából egy időkapszula ajándékot szán a városnak. Időkapszulát helyezünk el, ebben pedig gyönyörű idézetek, jó kívánságok vannak Siófokváros születésnapja alkalmából, 25 év múlva pedig aki kibontja, el is olvashatja. Az időkapszulát a Beszédes József Általános Iskola speciális tagozatának
két diákja engedte le a Kálmán Imre Kulturális Központ lépcsője alá. Itt őrzik az üzeneteket, majd köztük a beszédes iskola kívánságait is. Mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a közeljövőben a társadalom ezeket a fogyatékkal élő gyerekeket jobban befogadná, jobban elfogadná, és jobban megbecsülné. Hasonló volt az üzenet, hogy szívből kívánjuk, hogy a jövő nemzedéke a fogyatékkal élő gyerekeket szívesebben fogadja és tolerálja a másságot. A tervek szerint még sokáig őrzik a jövőnek szánt üzeneteket. 25 év múlva szeretnék kinyitni az időkapszulát, és elolvasni, mit üzentek 2018-ból a siófokiak. Kaposvár német testvérvárosának két művésze mutatkozik be az Együd Árpád Kulturális Központban. A Riplerónai Fesztivál kiállításán az egyik alkotó tengerparti hangulatot idéző festményei kaptak helyet, a másik művész pedig Hungarocellből készített figurái láthatók. Glinde település Kunstverein Művészeti Egyesülete és a Kapos Árt Egyesület kapcsolata több mint 20 éves, a külföldi művészek tárlata június 8-áig látható. Játékokkal, mesékkel várták a kicsiket gyermeknapon Siófokon, a város főterén ügyességüket is bizonyíthatták a gyerekek. A Kálmán Imre Kulturális Központban nyílt tárlaton is a mesék világával ismerkedhettek a legkisebbek. Itt Szőnyi Gergely illusztrátor munkái láthatók. Ő álmodta újra Sűn Balást, de számos más karaktert is megrajzolt már. Beledobni csak még egyet sem sikerült. De még próbálkozol? Hát, ha bemegy? Igen. Rita szüleivel igyekezett teljesíteni a feladatot. A család Győrből érkezett a balatoni városba, a gyermeknapot is itt tartották meg. Hát mi most wellnesselünk, egy háromnapos wellness miatt vagyunk itt Siófokon, úgy gondoltuk, hogy így ez méltóképp megünnepli a gyereknapot, és játszunk, eljöttünk ide kipróbálni ezt az akadályversenyt, most az első állomáson vagyunk, meg megnézzük a kiskakas gyémánt félkrajcárját, mert az egyik kedvenc meséje Ritának. Számos ügyességi játékos feladatban bizonyíthattak a gyerekek a siófoki főtéren felállított feladatokban. Szebe kell dobni a tablát. És eddig hogy sikerült? Jól. Mi az, amit kipróbálsz majd itt a gyereknapon? Hát, nagyon sok minden, de ezt kérem. Jó gyereknek lenni? Mhm, igen. És te jó gyerek vagy? Mhm. A játékok mellett gyermekelőadás is szórakoztatta a kicsiket és szüleiket a siófoki gyermeknapon. Ezen alkalomból nyílt meg a Kulturális Központban Szőnyi Gergely tárlata. Az illusztrátor 6 éve kezdett mesekönyvekhez rajzolni. Ezek a figurák voltak az elsők tulajdonképpen a legelső illusztrált könyvemből, amiket megrajzoltam, és ez a Lúzer Rádió Budapest című könyvből vannak. Ma már közel 30 könyvet illusztrált, és egy animációs gyermekműsorban is szerepelnek figurái. A modern Sűn Balázs karaktere is nála újult meg. Rengeteg féle fajta könyv megjelent már, úgyhogy valamilyen szinten el is kell térni az eddigiektől. Hát én próbáltam egy olyan karaktert megalkotni ebből a figurából, ami talán még eddig nem volt, egy kicsit a mai gyermekekhez, egy kicsit ilyen modernebb figurát kitalálni, akinek a világa talán közelebb áll egy kicsit a mai gyerekek világához. Szőnyi Gergely mese illusztrációiból képek láthatók a siófoki tárlaton, de az animációs gyermekműsorból videó is megismerteti a közönséggel a figurákat. A tárlat május 30-áig látható a Kálmán Imre Kulturális Központban. Szőnyi Gergely figuráiról, az illusztrációk könyvekben betöltött szerepéről is mesél bővebben Motto című kulturális műsorunkban. Idén is megrendezték az Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági koncert és program sorozatot. A civil kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy rávilágítsanak a gyermek eltűnésekre, a csellengés okaira és annak következményére. Zenészek, énekesek, zenekarok csatlakoznak minden évben az ügyhöz. Siófokon fellépett Varga Viktor, Freddy és a Sugarloaf is. Az eső ellenére este 9:30-kor pedig a balatoni városban is világító lufikat engedtek a magasba az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódóan. Már vasárnap délutántól várták koncertek az érdeklődőket a siófoki főtéren. Varga Viktor nem először lépett már fel az Ezer Lámpás Éjszakája programján. Gyakorlatilag minden évben az Ezer Lámpás színpadára állok a zenekarommal,
Nem véletlenül, azért mert azt gondolom, hogy ez egy jó cél, amit ők szolgálnak, és emellé szívesen mellé az ember. Gyakorlatilag arra hívja fel a figyelmet, hogy figyeljünk oda egymásra. És hogyha nem is így a nagy közösségre, de legalább a saját családunkon belül legyünk figyelmesek, és ne hagyjuk a gyerekeinket elveszni. Varga Viktor mellett Freddy is jótékony koncertet adott Siófokon. Soul, 2011-ben indult a magánkezdeményezés azért, hogy rávilágítsanak a gyermekeltűnések veszélyeire. Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódóan azóta is minden évben megtartják a figyelemfelhívó programot hazánkban. Most már 8. éve az eltűnt gyermekekre igyekszünk felhívni az emberek figyelmét, nem csak a családosokét, hanem mindenkiét, aki Magyarországon él, sőt reméljük, hogy ez átlépi az ország határát is. Nagyon fontos, hogy több ezer gyermek tűnik el, kiskorú, kisfelnőtt, nagykorú is, aki a családhoz tartozik, a család nem tud róla semmit. Ezek a gyerekek megijednek valamitől, valamilyen belső konfliktusok van, és erről nem tudnak kommunikálni a családdal valami miatt. Minden évben zenészek, énekesek, zenekarok csatlakoznak az ügyhöz. Az elmúlt 7 évben több mint 300 jótékonysági koncerttel hívták fel a figyelmet a programra és a gyermekeltűnések problémájára. Az Ezer Lámpás Éjszakái azért egy jó rendezvény, mert ezekre a problémákra felhívja a figyelmet, felhívja arra a figyelmet, amikor fölengedjük a 20 ezer lámpást, hogy ezek a gyermekek jelképesen hazataláljanak. Ha valaki évközben találkozik egy csellengő gyermekkel, nyugodtan szólítsa meg, segítsen neki, és ha lehet, kísérje haza. A Sugarloaf zenekar nem először csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez egy nagyon jó karitatív rendezvénysorozat, egy nagyon minőségi szórakozást tud nyújtani az embereknek, és hát magába az a cél, amiért ez az egész létrejött, hogy a csellengő gyermekeknek valamiféle lámpást és fénysugarat tudjunk mutatni annak érdekében, hogy hazataláljanak és újra az otthonukra lejjenek. Ez szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Több száz lufit osztottak szét az érdeklődők között a siófoki főtéren. A hirtelen lecsapott eső ellenére vasárnap este 9:30-kor sokan maradtak még a téren, hogy felengedjék a világító lufikat a magasba, így mutatva a hazavezető utat az eltűnteknek. Indul a Keszthely Kenese szóló 2018 egyszemélyes vitorlás verseny a június 2-án induló megmérettetésen a hazai és külföldi vitorlázók mérhetik össze technikai és taktikai tudásukat. A nevezőknek 8 vagy 10 méter nyitott kategóriájú hajókkal kell átszelniük a Balatont hosszában. A versenyzők a keszthelyi jachtkikötő előtti vízterülettől a Balaton-Kenesei kikötőig tartó szakaszt bármely útvonalon megtehetik. Ajándék! Játszóteret kaptak gyereknapra az Apróságok Szabadi Fürdőn és Sóstón. Balatonnap minden évszakban programokkal várja a vendégeket a Magyar Tenger. Ezer lámpás éjszakája, az eltűnt gyermekeknek mutatták a hazavezető utat a világító lámpások. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap is nyáriasan meleg várható, 26-28 fokra számíthatunk, hamarosan jönnek a részletek.